estét kívánok, szeretettel köszöntöm a jelenlévő közönségünket. Ejtőné Pál Alexandra vagyok, az itt látható Allegro Barbaro kamarakórusnak a karnagya, és azt mondtuk a művészeti vezetője is. A kórus 2016. szeptemberében alakult meg, és mindannyian jelenleg zenei intézményekben tanuló hallgatók vagy már ott végeztek. Név szerint a Liszt Ferenc Zene Akadémiáról, a Vienna Konzervatóriumból, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem zenei tanszékéről, illetve a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából kerültek ki a kórustagok. És az Allegro Barbaro azzal a szándékkal jött létre, hogy most itt Pécsett részt vegyünk be az Országos Tudományos Diákkari Konferencián, két projektben is, két pályamunkának az illusztrálás, zenei illusztrálásaként. És ez alkalomból úgy döntött a kórus, hogy itt szeretnénk egy templomi hangversenyt is adni. Hogyha már ide lévünk a Pécs városába, a kórusok városába, akkor szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel. Ezen a koncerten két fő célunk van. Egyrészt fiatal, kortárs zeneszerzők műveit szeretnénk bemutatni, másrészt pedig több magánénekes található a kórusunkban, és szeretnénk őket is bemutatni önöknek a szép hangjukkal egyetemben.